Műveltségi, idegennyelvi, informatikai és kressz kérdéseket is meg kellett oldaniuk a budapesti döntőn a szekszárdi csapat tagjainak. Tolna megyét ők négyen a Csapó Dániel szakgimnázium és szakközépiskola 11-es diákjai képviselték. A fiatalok az ország 18 csapatát utasították a hátuk mögé. Hát két részes volt az elmélet, mindegyik részre volt fél óránk, hogy megoldjuk, és szerintem egész jól ment az egész. A fizikai erőnléti felmérés során a diákoknak rendészeti, katasztrófavédelmi és büntetés végrehajtási feladatokat kellett teljesíteniük. 5 versenyszámból állt a fizikai erőnléti felmérésünk, volt 2000 méter futás, hajlított karú függeszkedés, fekvőtámasz, felülés és helyből távolugrás. Ezek mellett volt még egy akadálypálya is, amit sikeresen első helyen teljesítettünk. A szekszárdi csapat tagjai közül van, aki rendőrtiszt akar lenni, egy másik diák pedig például bevetési egységben a teknél tervezi a jövőjét. A felkészítő tanáruk azt mondja, a mostani országos eredményük ebben nagy löketet adhat nekik. Egy országos versenyen részt venni magában motivációt jelent, és ott jól szerepelnek, az nem csak nekik fog plusz lökést adni, hanem az egész a társainak is ad egy plusz lökést. Úgyhogy azért is fontos, hogy menjünk ilyen versenyekre, hogy versenyben legyenek, jól teljesítsenek, és az a hétköznapi munkát fogja nekünk megkönnyíteni. A szekszárdi rendészeti diákcsapat felkészülését egyébként a Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a megyei katasztrófavédelem munkatársai is segítették.